Na hát, sziasztok, üdvözöllek titeket! Itt vagyunk egy újabb videóban, és a mai napon végre kipróbáljuk már a Bíbor vörös ülésű 945-ös M10-át, ami most pályaszámilag nagy egységben 869, 635, 870, 945, 673, 946-ként fut. És az lesz a terv, hogy most József Attél a telepről a 15-19-es évvel lemegyek Dunaraszti külsőre, az 28-ra ott is van, és 31-kor meg már jön a 945, amivel meg vissza följövök József Attila telepre, és onnan meg 49-essel haza, úgyhogy egy kis fölleutazás lesz ez, de nem baj, meg fogja érni a 945, láttam már róla videókat. Szóval én sem hagyhattam ki, természetesen. Úgyhogy akkor megyünk a 15-19-es évvel, aminek a pályaszáma 953, 677, 954, 878, 639, 877. Ja nem, fordítva, mert a 53 van hátul, tehát úgy van, hogy 878, 639, 877, 953, 670, 974. Na, kinyögtem végre, tehát ezzel megyünk, Veharasztira, és onnan meg 945, ahogy mondtam. Úgyhogy akkor a következő jelnek már az a héven lesz. Na, tartsatok velem! Na baszod, én most már tényleg nem értem, mi a retek folyik itt. Konkrétan a menetrend szerinti 15 óra 02 perckor induló vonat Dunaharasztin 8 percet állt. Úgyhogy 15 óra 10-kor indult el, azaz 8 percet késik. Hogy miért állt ott, nem tudom, de az a felújított 876-os. Nem hinném, hogy műszaki hibás lett, mert nem abból vezérelnek. Lehet az első ele, mielőtte van 863-assal történt valami. De felettébb érdekes azért ez. Mi egyszerre fognak idejön a szerelvények, akkor majd egyszerre felvesszük a kettőt. Most nem tudom mit csinálni, remélem azért a 945 nem fog késni. Az nem lenne jó. Akkor lehet csak Miklósig megyek vele, ha késik, hogy elérjem, ami megy visszafele. Amúgy azt még nem mondtam el, de fontos megjegyezni, hogy a 945-ösnek, meg a 875-ösnek ez a második napja. Úgyhogy érdekes lesz, hogy milyen. Már láttam amúgy, hogy a 875 már szét van graffitizve. Úgyhogy megtalálták a büdös vandálok, de 945-ről még nem hallottam, hogy már szét lenne barmolva, úgyhogy megnézzük. Na mondom, hogy egyszerre fognak jönni, már ott is jön. Jó lesz ez. Thank you.
Úristen, egy perc és jön a bíbor hív. El se hiszem. Na, hol van már? Jöhetne. És itt a 9.45. Azt a... Nagyon meg. Azt a büdös. 9.45. Van gyerekek.
Hát, ha véleményt kéne mondanom, akkor szerintem nagyon szép munkát végeztek. Nekem kifejezetten tetszett. Igen, azt a, ugye a Becske Andis is mondta, tényleg sokkal puhább lett az ülés, ami hát egyeseknek biztos zavaró, mondjuk ugye nem tűnt fel nekem. De összességében nagyon tetszett, meg nagyon szépen ki is pucolták. Ugye ezt lehetett hallani, amikor gyorsított, nagyon szépen visított a motor. Szépen ki lett pucolva belül, és hát a nagyon fura ajtónyitási hangja van. Azt sajnos nem tudtam fölvenni, de nagyon érdekes, meg ajtózárása is. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy próbálja, aki nekem nagyon tetszett személy szerint, de kinek mi a véleménye, biztos megosztó. Úgyhogy akkor ennyi lett volna ez a kis videó mára. Remélem azért jól be tudtam nektek mutatni, rengeteget filmeztem belőle. Azt a 8 perc utat végig filmeztem, de akkor köszönöm, hogy itt voltatok velem, és találkozunk egy következő videóban, jövő héten, vagy mikor is? Holnap? Na, legyetek jók, ciao.